Jó reggelt kívánok! Benedik Károllyal, a Dunahouse vezető elemzőjével az előző percekben arról beszélgettem, hogy vajon kik lesznek a nyertesei a jelenlegi ingatlan piacnak. Ugye valószínűleg most mindenki megvárja azt, hogy majd amikor megkapják a csekket villany fűtéssel kapcsolatosan, az mit fog mutatni. Na, utána lehet gondolkozni. Amikor majd a családok elkezdenek azon gondolkozni, hogy eladjuk a házat, ne adjuk el a lakást, eladjuk, kinek adjuk el, meg mennyiért. Erről fogunk majd beszélgetni egyébként Benedik Károllyal, aki itt van már a stúdióban, de előtte mutatok önöknek egy olyan grafikont, ami alapvetően az inflációról szól, mert ugye az infláció is meghatározza, gyökeresen felforgatja, vagy felforgathatja az ingatlan piacot. Itt láthatják a maginflációt és a fogyasztói árindexnek ugye az alakulását, ami iszonyatosan durva, ugye főleg, hogyha 2015-től nézzük, persze nézhetjük most a 2007-es adatot is, de mondhatnám azt, hogy most azt ne figyeljük, mert az már egyszer megvolt, régen volt, de fontos az, ami 2021-ben zajlik, meg történik, és akkor az infláció még nem minden. Jó reggelt kívánok, Benedik Károly, tehát itt van a stúdióban, nagyon sokszor beszélgettünk már, de valószínűleg, hogy az ingatlan piacon az ősz az egy új korszak kezdetét jelenti. Már most megszülettek azok a cikkek, hogy kik lesznek a nyertesek és a vesztesek. Kik? Igen, biztos, hogy nagyon sok változás van az ingatlan piac előtt, hiszen ilyen gazdasági környezetben, ilyen inflációs környezetben minden megváltozik, és az ingatlan piaci hozzáállás is. Jellemzően most kivárnak az eladók, és a vevők egy része is kivár, és néhányan várják azt, hogy majd esetleg egy jó vétellel később a nagyon nagy energiafelhasználású ingatlanokat kedvező áron megkaphatják, de elsősorban most legelőször a vevők reagáltak erre a rezsi csökkentés változásra, hiszen most már sokkal tudatosabban kezdtek el keresni lakást, házat, és elsődleges szempont lett az energiafogyasztás. Az ár és a lokáció mellett azért természetesen az ár az első magyar vásárlóknak, de utána nagyon megnézik, hogy majd mennyi lesz a fenntartási költsége. Éppen azt olvastam a napokban, hogy tudom, hogy minden cikknek a címe olyan, hogy az ember ráklikkeljen és elolvassa, de mégis az volt ennek a cikknek a címe, hogy eltűntek a vevők az ingatlan piacon. Így van, most nyári szezon van, és a nyári szezon egy picit erősebb volt, mint amilyen szokott lenni, és tényleg kevesebb tranzakció volt, 20-30%-a, mint általában szokott. Itt a szeptember lesz a nagy kérdés, hogyha milyen ütemben indulnak el a vevők újra, és milyen ütemben szeretnének lakást vásárolni, illetve már addigra év végén és a következő év elején valószínűleg az eladók is fognak szembesülni itt a magasabb gázárral, a magasabb villanyárral és a megnövekedett rezsiköltséggel. Ugye, ahogy előbb hallottuk, ezt nagyon nehéz kiszámolni, és már nincs olyan kalkulátor, ami fűtőértékkel és egyéb más adatokkal kiszámolja, hogy mennyi lesz a rezsiköltség. Ezt az első téli hónapok fogják eldönteni, és akkor fognak nagyon sokan szembesülni, hogy ez már esetleg vállalhatatlan költség lesz az ő ingatlanokkal szemben, és akkor jön a döntési helyzet, hogy korszerűsítsünk, felújítsunk, cseréljünk, eladjunk, vegyünk, és ekkor lesznek majd az eladók picit nehezebb helyzetben, mert ezeket mind-mind el kell dönteni. Nagyon sok kimenete van a dolognak, biztos, hogy nagyon sok változás lesz, de tény és való, hogy akinek most például viszonylag nagy készpénzállománya van, és ki tud várni, és szeretne egy jó ingatlant venni, ők ott vannak a piacon, és nagyon-nagyon nézelődnek, hogy mikor tudnak lecsapni egyet. Bőven tudnak válogatni, és valószínűleg most a kínálat is szűkös, de várhatóan ez a kínálat egy picit erősödni fog. Tudom, nagyon sokszor mondják azt az ingatlanosok, hogy, és igazuk is van, hogy a kicsi lakás az mindig jobb, mint a nagy. Más a rezsiköltsége, más az ára, ugye, hogy olcsóbban meg lehet venni, hiszen kisebb alapterületről beszélünk. Ezeknek a kisebb lakásoknak most az értéke hogyan fog változni ön szerint? Biztos, hogy ezek a típusú lakások, meg ami például a rezsivédett, tehát a panel lakás, ahol a központi fűtéssel ugye egyáltalán nem érintette a rezsiárváltozás, sokkal keresettebbek lesznek, és ha keresettebbek lesznek, akkor az ára is valószínűleg stagnálni, és inkább fölfele fog menni még. Ugyanígy, ahogy az új építési, vagy az energiahatékony kialakítású újszerű lakások és házak is sokkal keresettebbek lesznek. Ezáltal az árak itt biztos, hogy emelkedni fognak. Még a másik végleten a nagyon nagy lakások, ami korszerűtlen, ott azért inkább stagnálásra, vagy akár árcsökkenésre is lehet számolni. Itt az árcsökkenés azért az nem feltétlenül a bezuhanást jelenti, hanem hogy nagyobb alkupozícióba, jobb alkupozícióba kerülnek a vevők, és többet tudnak alkudni, vagy minimális
is árcsökkenés lesz, azért ezekre érdemes számolni, és lehet, hogy egy picit ketté szakad a piac ilyen szempontból. Beszélünk most arról, hogy vajon közeledik-e a vidék és Budapest, ugye nagyon sokszor beszéltünk erről is, hogy más vidéken eladni egy házat vagy egy ingatlan más Budapesten is. Az érzékelhető volt azért az elmúlt egy-másfél évben, hogy az áremelkedés dinamikája tényleg közelített egymáshoz, de vajon most az infláció miatt, a várható rezsi emelkedés miatt hogyan és milyen tendencia fog érvényesülni a vidék és a Budapest között? Az elmúlt években főleg a vidék ingatlan piacát éltük, mert tényleg Budapesten már 2019 környékén viszonylag magasan voltak az árak, és úgymond tetőztek az árak, míg a vidéken még volt növekedési potenciál, ezért vidéken 2020-ban, 2021-ben sokkal dinamikusabban emelkedtek az árak, de most, ahogy itt tényleg hallani, hogy a vidék ingatlanoknál nagyobb problémát okozhat a rezsiköltségváltozás, elképzelhető, hogy picit újra fog nyílni az olló, és a vidéki és városi ingatlanok, nem is talán Budapest, hanem inkább kis település és város közti különbségek lehet, hogy jelentősebbek lesznek, hiszen hogyha mondjuk az otthonteremtési célra a vásárlók eltűnnek a piacra, vagy kevesebben lesznek, a befektetők például jellemzően a nagyvárosokban vásárolnak, hiszen ott jó befektetési lehetőség. És azt szokták-e vizsgálni, Benedikt úr, hogy mi van a kisfalvakkal, a kisebb településekkel? A kisfalvak most az elmúlt években szintén azért a középpontba kerültek, a falusicsoknak köszönhetően nagyon sok árnövekedés és nagyon nagy tranzakciószámok voltak egyes településeken. Itt azért nagyobb lesz a változás várhatóan. Kérdés, hogy a falusicsok hatására például mennyit korszerűsítettek az ingatlanon. Itt volt csak nem csak vásárlásra, hanem felújításra is lehetett használni. Elképzelhető, hogy ezek a típusú házak már megfelelnek az igényeknek, és jó rezsi költséggel rendelkeznek, de a nagyon-nagyon korszerűtlen és nagyon-nagyon régi ingatlan típusoknál várhatóan egyáltalán teljesen megszűnik a kereslet, hiszen azokat nem nagyon tudják. Nem lesz arra időnk, hogy most végigmenjünk minden építési típuson, de a panel érdekelne. Azért, mert legutoljára, amikor beszélgettünk, akkor ugye szinte kapaszkodott az ember, hogy Budapesten már egy-egy lakótelepnél, ami panelből épült, megközelítette a négyzetméter ár az 1 millió forintot. Sőt, meg is haladta néhol. Meg is haladta. Na, akkor most tudjuk ezt a tendenciát, vagy látják ezt a tendenciát, hogy ez ugyanúgy folytatódik? Tehát dinamikus lesz az emelkedés a panelok esetében? Első fél évben egyértelmű volt az emelkedés, várhatóan most is keresettebb ingatlan típus lesz, lehet a dinamikában lesz csökkenés, de még mindig inkább áremelkedésre számítunk jelenlegi helyzetben, de ugye a mai világ az kiszámíthatatlan, és ilyen szempontból az ingatlan piac is egy picit ilyen, nehéz jósolni, de a panellakások valószínűleg a keresettebb ingatlan típusok közé fognak tartozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, hamarosan biztos, hogy találkozni fogunk.